És ha ma valaha ön ma először van itt velünk, és én azt gondolom, ha az ön értékrendjében beletartozik az emberek való bánás, vagy a törődés, vagy segítségnyújtás, akkor ön is ezt az utat fogja választani, amit mi választottunk. Hiszen most már azt mondom, hogy jó néhány éves tapasztalatból tudom mondani, hogy ha boldogságot nézzük, akkor nem nagyon lehet tevékenységnek jobb dolgot választani, mint amikor segíthetünk embereken, és a mindennapjaink részét ez a munka teszi ki. Úgyhogy ha valakinek ez így odaillik, akkor azt hiszem, hogy itt jól fogja magát érezni. És azt hiszem, hogy egyáltalán nem árulok el nagy titkot, hogy ha valamire szükség van ma, akkor erre van szükség. Én alapvetően azt beszéltem meg a Bettivel, hogy ma mindent igazából termék és tudományos oldalról fogok megközelíteni, nem annyira üzleti oldalról. Nehéz nem átmenni, mert hát ez a mindennapjaim része. De valóban azt gondolom, ha körülnézünk a környezetünkbe, akkor soha nem volt időszakosabb az, hogy milyen dolgokkal foglalkozunk, mint most. Ugye látható, hogy az emberek az egészségüket egyre komolyabban veszik, látható az, hogy már nem mondhatjuk el azt, hogy a degeneratív betegségek egy bizonyos életkorra jellemzőek, ugye mondjuk egy 50 év fölötti korosztályra, hanem ma igenis találkozunk gyerekekkel, akik rákosak, akik cukorbetegek, gyakorlatilag egyáltalán nem válogatnak a degeneratív betegségek, és ez az, ami látható, hogy az emberek egyre komolyabban veszik ezt. Azt hiszem, hogy üzletileg még egy dolgot már is megyek ugye arra az oldalra, mert szeretném mindig az jár az eszembe, hogyha én színpadon vagyok, akkor az a közönség mit érthet, mit nem érthet, és hogyha kimegy a teremből, akkor hadd járuljak én is ahhoz hozzá, hogy egy picit több megértéssel menjen haza, mint ahogy jött. És én nekem meg kellett tudnom magyarázni magamat, hogy magamnak azt, hogy miért teszem erre rá az életemet. Ugye azt kell látni üzletileg az egészségügyi tudománya kapcsolatban, hogy ez ketté vált ma a piac. Tehát az üzleti területek, a gazdasági területek, azok üzleti motiváltságúak, ezért különböző érdekkörök foglalkoznak a betegséggel, és különböző érdekkörök foglalkoznak az egészséggel. Ugye, mert ha ma megértjük azt, hogy milyen tudományról beszélünk, és mi van a kezünkben, akkor azt gondolnánk, hogy ez majd megjelenik esetleg egy másik környezetbe, és lehet, hogy csak minket ugye elhívtak ide, vagy elrángattak, de ha ezt megértjük, akkor megértjük azt, hogy jó helyen vagyunk, és jó helyre jöttünk. Tehát egy betegségügyi közeg sosem fog arra törekedni, hogy egy ember egészséges legyen, ugyanis az ő elszámolását és a profitját a betegre elszámolható költség és mindenféle fogja jelenteni. Hát ez az oka annak, hogy az egészségügyi tudomány nem jelenik meg egy betegségügyi közegben. De ennek mi egyébként nagyon örülünk, mert hiszen így lehet közünk hozzá. Én nem tudom, hogy ki gondolt már bele abba, hogy valahogy eddig ugyan minden jóból kihagytak bennünket, igaz? Nem engedtek, hogy hozzáférjünk. És én olyan lelkes vagyok, hogy én őszintén mondom, soha nem dolgoztam olyan termékekkel és olyan tudományos hátterű dologgal, amihez nekem így közel lehet egy átlag emberként. És ez nagyon lelkesít engem. Az is nagyon lelkesít, hogy nemrég volt nálunk előadást tartani a Velai Tibor, az ELTE genetikai tanszékének a nagy doktora, és azt mondja, hogy 97 év lesz 2040 az átlag életkor. Ez mit jelent nekem, mint üzletembernek, megjátnék a másik oldalra, igaz? Hogy az egészséggel kapcsolatos tudás felértékelődik, ugye? És egyre több ember fog avval foglalkozni, hogy egészséges legyen. Ugye, ha visszanézek az elmúlt néhány évtizedre, ahol kereskedelemmel foglalkoztam, igenis voltak olyan pontok, amikor én nekem váltanom kellett. Jött egy új törvény, jött egy nagy hal, jött egy bármilyen szabályzás, kereskedelmi elosztás, de váltanom kellett. És amikor ezt így megértettem, ezt a jövőképet, hogy
97 év, és ugye ezt az emberek nem nyomorúságban szeretnék eltölteni, akkor látom, ez egy óriási táguló piac. Életemben valamit utoljára fogok csinálni. Nem kell váltanom. Nincs az, hogy jön egy nagy hal, és akkor... Ugye ma egyébként meg rájöttünk, már nem a nagy hal nyelv, hanem a gyors. Aki gyorsan ismeri fel, hogy merre kell úszni. Ugye? Úgyhogy egyébként gondoljunk bele abba, hogy ki nem szeretne ugyanolyan betegségeket, vagy ki nem szeretne a gyerekének olyan betegségeket, mint a szüleinek volt. Hányan vagyunk ilyenek? Senki. Ugye? Ha valaki úgy van, mint él, hogy már nem élnek a szülei, akkor ki nem szeretne annyi évig élni, mint a szülei éltek. Ugye azt gondolom, hogy mindannyian így vagyunk. Ez engem megnyugtat, mert ez azt jelenti, hogy én egy jó színpadra jöttem, önök egy jó terembe jöttek, és nagyon jó abba belegondolni, hogy tulajdonképpen már megvannak a megoldásaink különböző dolgokra, abban már szomorú belegondolnom, hogy ha ezek a megoldások ma itt, néhány éve itt lettek volna, akkor az én szüleim még élnének. De mivel, hogy ezt úgy, ez nekem megvan megértés szinten, úgyhogy én eldöntöttem, hogy az én mindennapjaim arról fognak szólni, hogy az embereket tájékoztatom arról, hogy mire van lehetőségük. Egyébként ugye mindannyian tudjuk, hogy ahhoz, hogy ne azt az életet éljék, mint a szüleik, vagy ne azokkal a betegségekkel rendelkezzek, hanem nem elég egy készfenntartás, igaz? El kell ehhez kezdeni egészséggel kapcsolatos dolgokat tanulni, el kell köteleződni, és bizonyos dolgokat meg kell lépni, de én azt gondolom, hogy én gratulálhatok csak meg, mert az, aki ma először van itt, az legalább az első lépést megtette ebben az irányban. Én így szeretem a dolgokat, hogy messzebbről is nézni, és így a saját értelmezéseimet lelkesen tárom a közönség elé, és akkor így belegondoltam, onnan elindult, hogy mi van nekünk, hogy kerültünk ide, és az életünkre igenis jellemzők különböző dimenzióváltások. Igaz, amikor a lóval jártunk, utána szekérrel, utána autóval közlekedtünk, utána megjelent a közlekedésben a repülő. Igaz, itt óriási fejlődéseken megyünk keresztül, vagy ha belegondolunk, hogy a telegráf, a vezetékes telefon, ugye a rádiótelefon, és utána itt van az okos telefon, hát elképesztő, hogy tulajdonképpen megyek az autópályán, és a FaceTime-on a dubái barátommal ingyen tudok beszélni. Olyan elképesztő dolgok történnek. Ezeket azért szeretem elmondani, mert tulajdonképpen itt is ez történik. Csak az emberek úgy nem gondolnak bele. Dimenzióváltás van ezen a területen is, mind a világ bármelyik területén. És valóban valamikor azt gondoltuk, hogy az egészséggel kapcsolatban, különösen a civilizált területeken vegyszeres kezeléseket érdemes alkalmazni. Ugye aztán rájöttünk arra, hogy egyáltalán nem való az élet a szervezetünkben vegyszer, meg azok a műanyagok, ami benne van. Utána a következő dimenzió az volt, hogy adjunk sejtszintű gyógynövény alapú megoldásokat az embereknek, és aztán megint ugrott egyet az életterünk tudomány genetikai platforma került. Ennél már nincs feljebb. És nincs is más is. Itt igaz? Oké. Ez lelkesít engem. A 21. században nem lesz pontosabb, nem lesz újabb. Azt is megtudjuk, hogy másnak se lesz ilyen. Igaz? És ez annyira új, hogy most a Discovery ezt most mutatja be, igaz? A világ elé tárgya ezt a tudomány, mint világszenzáció. Találkoztam nemrég egy ismerősömmel, és kérdezte tőlem, hogy ha ez ekkora szenzáció, akkor miért nem mutatja be a tévé. Hát mondtam neki, figyelj, de a tévé bemutatja, csak valószínű, hogy te, hogy mondjam ezt szépen, tehát az az ember, aki a szellemi tápláléket a kereskedelmi televízióból és a Mónika Showból nyeri, az nem igazán fog találkozni a mi tudományunkkal. Az, aki talán, ha már tévét néz, akkor azt nézi, amit kell, akkor igenis fog találkozni velünk.
Én szeretném értelmezhetővé tenni azt a tudományt, amivel önök itt ma találkoztak. Ugye abból indulunk ki, hogy és ebben egyáltalán nem vitatkozik senki, hogy 120 évig kellene élnünk. A genetikusok azt mondják, hogy ez már több, de ebben a 120 évvel senki nem vitatkozik. Ugye ebben szemben, ugye megnézzük a valóságot, meddig élünk, 60-70 évig élnek az emberek. Igaz? Hát ennek ma a tudomány igenis felfedezte az okát, hogy ez miért van, és azzal, hogy egy picit beszéljünk a tudományos hátteréről is, 2003 óta 10 éve telt el, 2003-ban a világ tudománya felfedezte a genomot, ugye ekkor ebben az időben a világ vezető kutatója abban kezdtek foglalkozni, hogyha már rendelkezünk ebben a genommal, akkor mi emberek, milyen előnyünk származhat ebből. És ez ugye 10 év telt, és itt genetikus kutatókról van szó, vezető kutatókról van szó, és ezeknek a tudományos munkáknak a tudományos termékei ma érik el a világot. Ugye alapvetően két dolgot érdemes megérteni, amire viszonylag hamar rájöttek. Az egyik az, hogy bizonyos területekért nem géneket keresünk, hanem géncsoportokat, és itt záródott ki.